Ugye leülhetek egy kicsit. Tessék leülni, mit már elpusztult az a kocsink, amiket ilyen. Ő az erdőbe, zöld ruhában, ünneplő. Tél van, ága, csupa, hó, rábújta a téla. És még a dalt is mondjuk el. Téla hó itt van, hó a suhája, ég a cipője, leng a szakálla, sárcsák, kenyisák, piros alma aranyát, kés szarvas húzta, szám repítette, gömbölyű zsákja, szác fele vitte, zsák, kenyisák, piros alma aranyát. Amíg itt a kis csoportban, amikor néha leselkedtünk. Hogy el ne felejtsem, mert már tudják, hogy nagyon öreg vagyok, mindent felírtam. Na, lássuk csak mit és mit írtam. Hát, nem mindig játszottatok szépen. Sokszor volt széldobálva a játékok, hangoskodást is hallottam, de még sírást is láttam. Milyen szomorú volt az óvónén, már majdnem ő is sírt. De most már látom, hogy mindannyian mosolygossal jöttek az óviba, így is kell. Az öltözőben is látom, nagyon mindannyian megpróbáltak egyedül öltözni. Van, akinek már sikerül is. Én nem tudok. Én most már pedig anyukám a testet. Azt is elárulom nektek, hogy belekukkantottam az óvónéni piros napoljába is. Tudjátok, amelyikben benne van a jeletek. Az óvó, én óvó, nem, aki benne van a jeletek. Hallgassátok, amit mond a Mikulás bácsi, hallgassátok. Az óvónéni szokta beleírni, hogy ki hogyan viselkedik. Ügyes, rendetlen, segít vagy nem, szépen vagy csúnyán játszik, elrakja azt a játékot, amivel játszok, evés közben vigyázz a ruhájára, meg az androszra. Válogatós, vagy megeszik mindent, szóval sok mindent megtudtam én a piros naplóból is. Virzsácsot senkinek sem hoztam, így a kis csoportba, mert bízom abban, hogy igyekeztek jók lenni. Most pedig ekkornak a nevét mondom, az jöjjön ide hozzám, majd elmondom szépen sorjába, amit ideértem róla. Azt is megengedem, hogy a szakállamat megsimogassák. Csúri Ildike. Valahogy ki is megsimogassátok. Összegálltam minden, kézzel. Tessék. Köszönöm szépen!
Majd igen, menjek oda is. Jövőre újra eljövök, és megnézem, mekkorára. Bácsi, jöjjön, foglaljon itt nálunk is helyet. Segítsek a rakni, hogy jó helyen. Nagyon szépen énekeltetek az elén. Valami verset tudtok-e mondani nekem? Ezt is meghallgatjuk. Bátrabbak is lettetek, és most is elhoztam a piros naplómat, hogy ebből olvassam, hogy mit figyeltem és kit, kiről mit tudtam. Titkon figyeltelek bennőtöket, tudom, hogy szerettek tornázni, főleg fogócskázni, szívesen énekeltek, rajzoltak, de bizony azt is láttam, hogy nagyon szerettek el is közben beszélgetni, de nem halkan, hanem hangosan. A játékot sem mindig teszitek a helyére, ez bizony nem szép dolog. Én ott ne szoktam lakni. Megígéritek, hogy csendesebben beszélget? Ha igen, akkor jövőre is eljövök hozzátok. Ott nem mindig összekapom a játékot. Hát de itt is össze kellene. Na, akkor akit hívok, majd jöjjön ide hozzá. Jó? Kérdezettél, meg is ezzel. Megígér. Hogy is fogok. Köszönöm. Ugye mindenkinek adtam csomagot? Igen! Akkor megmentél tovább, várjuk a többi gyereket, legyetek jó, és amit megígértétek, tartsátok is be. Mert jövőre újra eljövök hozzátok. Most már indulok, dobom. Látom, milyen sokat nőtetek, ügyesettetek az elmúlt év alatt, amióta utoljára találkoztunk. Biztosan ismerős nektek a füzet, amiben én sorra pontosan felszoktam jegyezni, jót és rosszat egyaránt. Na nézzük az idén, mit rájt a füzetem. Tavaly óta látom, sokat nőtetek, sokat ügyesek. A játékokat mindig szépen a helyére raktátok, csak az a kérés, ami jön ide hozzám. Hajagos Henrietta és lakatos. Mondjatok már nekem egy verset, vagy egy nótát, dal. Jó? Oh,
jövőre, ha jók lesztek és megfogadjátok tanácsaimat, az iskolába is meglátogatlak benneteket. Addig is legyetek jók és ügyesek, jó? Adalmunknak is adok egy csomagot. Szervusztok, jók legyetek!